Sziasztok! Nem elsősorban a nézőim, hanem 8-os A és B évfolyam társaimat és tanáraimnak szeretném ezt a videót küldeni elsősorban. Köszönöm mindenkinek azt a tök mindegy hány napot, évet, amennyit együtt töltöttünk. Én őszinte leszek, nagy részét élveztem, viszont nagy részét úgy utáltam, mint a halált. Viszont egyébként elmondható az, hogy elég sokatok fog hiányozni. AB egyaránt tanárok közül is lesz egy pár olyan, aki itt hiányolni fog. Meg volt ugye a ballagás, nagyvalószínűleg már többé ugye úgy nem fogunk találkozni már, tehát együtt 100%, hogy nem. Kicsit szomorú, hogy így el kell búcsúznunk, de majd egy jobb élet vár ránk. És annyit szeretnék minden hetedikesnek így üzenni a videó végén, hogy majd jövőre minden percet értékeljetek, amit együtt tölthettek az osztály és évfolyamtársaitokkal, akár az iskolával, meg tanáraitokkal, mert többé nagy valószínűsége már nem lesznek ilyen lehetőségeitek, és gondolhatjátok, hogy miért ne lennének olyan hülye vagy. Hát egyszerű az oka, az, hogy megint 23 ember majd egy helyen meglelje egymást az osztály főnökével, annak azért valljuk be, hogy sok esélye nincsen, hiába 5 év múlva akár osztálytalálkozó, ha meg lesz szervezve természetesen, viszont évfolyamtársakkal már nehezebben bukkansz össze, mondjuk a én bésekkel, a bések gyásokkal, ilyen egy-két ember összefuthat, de összességében nagyon nehezen fogsz találni olyat, aki. Tehát azt, hogy jöjjön egy osztály, így újra összejöjjön. Tehát a hetedikeseknek én tényleg csak ennyit üzenek jövőre. A ti évetek kemény lesz. Sok sikert hozzá, és élvezzétek, mert ha vége, akkor majd ti is rájöttök arra, hogy még mennyi mindent mondanatok kéne, és mennyi mindent nem tettetek meg, amit megtehettetek volna. Én köszöntöm a figyelmet, sziasztok!